munkaidőben nagyon feszessé vált a védelmünk, valamint feszes védelem mellé egy komolyabb kapus teljesítmény is dukált. Második félidőben is voltak hibáim, mert zicsereket hibáztunk, de úgy gondolom, hogy nagyon küzdöttünk, és örülök neki, hogy meg tudtuk fordítani a mérkőzést. Kiket választottak a mérkőzés legjobbjának, 5-ből 5-én rengeteg labdát szereztik. Úgy gondolsz, mi segítik ahhoz, hogy te szinte minden helyzetet belőttek, pedig fogunk olyan nagyon sokat védett a többi játékban. Hát köszönöm, nyilván vannak ilyen meccsek, olyan meccsek. Nem tudom, most éppen jól jött ki a lépés. Nyilván én is hétről hétre próbálom gyakorolni, hogy tökéletesen fejezzem be az zicsereimet, de szeretném kiemelni, hogy az utolsó zicseremet a két csapattársam segített, hogy hova lőjem, Bártok Tamara és Tóth Melinda. Szóval köszi! És most 3 hét szünet volt, ilyenkor mennyire nehéz meccs nélkül, tétmérkőzés nélkül készülni, ilyenkor a taktikán, vagy inkább máson van-e hangsúlyozás? Nyilván, ha ilyen periódusban vagyunk, akkor az elején egy kicsit az erőléten van a hangsúly, utána pedig a taktikai repertoárt próbáljuk bővíteni, meg gyakorolni. Nyilván vannak edzőmérkőzések, felkészülési meccsek, nyilván nem ugyanaz, de így próbáljuk ezeket a szüneteket úgy véghez vinni, hogy formában maradjunk. Egyébként 3 idegenbeli bajnoki jön, mennyivel nehezebb egy idegenbeli meccsre felkészülni? Nyilván nehezebb, de úgy gondolom, hogy sehova nem fogunk menni feltartott kézzel. Szóval nagyon bízom benne, hogy ezt a jó szériánkat meg tudjuk tartani. Köszönöm szépen! Én Tamsa Megszerventi vagyok, Handbergszer újságírója. Nagyon gratulálok a győzelemhez, szoros mérkőzést fordítottatok meg. Mi döntött a második fél időben? Hát azt gondolom, hogy jobban kihasználtuk talán a helyzeteinket. Azért ugye Ogunkaja Viktoria eléggé túljárt az eszünkön a mérkőzés elég nagy részén. Aztán ott sikerült egymásnak jó helyzeteket teremtenünk átlövésből, úgyhogy azt gondolom, hogy az volt az a periódus, ahol kicsit a támadásunk jobb volt. Valamint a második fél idő második felében a védekezés és a kapus teljesítmény is nagyobb összhangban volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy az utolsó 15 perc ott átlendültünk egy kicsit, és onnantól kezdve már nem engedtük ki a kezünkből. Első fél időben nem sokat játszottál, utána viszont másik fél időben 6 gólt is szereztél. Mit gondolsz, mi változott a támadó játékban a másik játék részben? Hát az első fél időben a kiadott helyzeteim után én is egy kicsit megmostam a saját fejemet fél időben, és hát nagyobb elánnal mentem bele, szerettem volna bizonyítani, hasznos tagja lenni a csapatnak, és átlendíteni a nehézségen, úgyhogy hát ott ez volt bennem mindenképp, hogy gólokat kell lőnöm. És mennyire volt nehéz figyelni arra, hogy az első fél időben már neked, és Kimi Kingának is két kiállítás volt, és figyelni kellett, hogy ne kapjatok még egyet. Igen, ez ritka azért, hogy mindkettőnknek két kiállítása legyen. Hát próbáltunk azért okosabban védekezni, de azt gondolom, hogy ilyenkor ezzel nem foglalkozik annyira az ember. Ugyanúgy oda tesszük magunkat, aztán hát bízunk valamennyire a szerencsében is, hogy nem jön össze a harmadik két perc. Ennyi, után két mérkőzésen is a másik védő közepén állt össze jobban a védekezés, akkor jött több kapusvédés is, és ez fordította meg a mérkőzést. Nagyrészt viszont mi kellett ahhoz, hogy jobb legyen a védekezés és a kapus teljesítmény? Hát azt gondolom, hogy elől is harcosabban mentünk a falra, és olyan gólokat szereztünk, amivel egy kicsit jobban feltüzeltük egymást, magunkat, és ott talán több megállított faltot követtünk el védekezésben. És hát egyszer csak a kapusok is azt gondolom, hogy úgy hirtelen néha nem tudom, hogy mi történik, hozzátesznek, ez néha magyarázhatatlan, de hát próbálunk mi is segíteni nekik, amennyire lehet, kiszorított helyzetből lőjenek, de ezt így nem tudom megmagyarázni. Nagyon jól védekeztetek a 7-6 ellen, erre sokat készültetek a hét folyamán? Igen, abszolút. Tudtuk, hogy használják ezt a fegyvert, úgyhogy készültünk rá. Ugye mi is elég sokat szoktunk 7-6-ozni, úgyhogy hát Dani szokta mondani, hogy aki jól támad ellene, az elvileg jól is védekezik, úgyhogy igen, abszolút készültünk rá, és azt gondolom, hogy jól is oldottuk meg. Köszönöm szépen, és nagyon